Gyors korcsával írt magyar sporttörténeti siker a török Erzurumban. A rövidpályások világkupa versenyénk Nok Viktor 500 méteren nyert. Ezzel ő a sportág első magyar világkupa győztese, ráadásul a sikerhez háromszor verte meg a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Hamelin. Viktor ezzel az összetetben hat viadal után az ötödik 500-on, majd jön a világbajnokság, viszont most itt van ő, ő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Gratulálunk ez a nagy sikerhez. Azt mondnak, hogy, hogy amúgy milyen tervel indult erre a világkupára, mert ugye azt nyilatkoztad, hogy fáradt voltál, vagyis hanyadik helyzést írtad volna előre látatlanban. Ez jó kérdés, mert nem fogalmaztam meg magammal szembe elvárásokat Törökországra. Hmm. Egy hét előtte volt Németországban, negyedik és ötödik lettem, és ott talán kicsit görcsösen szerettem volna érmes lenni, hogy végre ez, is meglegyen, ez is átugorjam. Mindkét döntő úgy mentem föl, hogy, hogy mindenképpen érmes szeretnék lenni, és akkor csak elégedett. Úgyhogy Törökországra egy kicsit visszavettem ebből a a lesz, lesz, Igen, menti. úgy mentem, lesz, ami lesz, szeretném élvezni, mert jófonál vagyok, úgyhogy uh, tudok élvezhetően korizni. A uh, nem is mentek annyira jól egyébként pénteken, egy kicsit fáradt is voltam, magas is voltunk, ami furcsa volt. Uh, de, de ahogy, ahogy folytatódott a hétvégén, egyre jobban ment a korizás, és tényleg vasárnap nagyon jó futamokat kaptam el egy döntő elődöntőbe, és szer szerencsére a döntőben is. Úgyhogy tényleg jól alakult a hétvége. Na most ugye az elején említettem, hogy három a magyar igazság, ugye ennyiszer verted meg a, az olimpiai bajnokot. Melyik volt a legnehezebb menet? Azt az, a negyed döntés, az elődönt az majdnem, majdnem ugyanaz volt, uh -huh. tényleg végkoriszta mögött, és utolsó tudtam megelőzni. hallottam is, hogy egy, egyik futam után, nem tudom, hogy után, egy ideges volt az öltözőben, nem igazán van ő hozzászokva ahhoz, hogy, hogy megverik. az az még főleg úgy volt neki, hogy, hogy én megvertem többször. A dönt az egy kicsit más volt. Ez a, 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 a szekrényt, vagy... Pontosan nem tudom, egy sajtócsapkodásról hallottam, de, de, hmm. de nem tudom pontosan, mi történt. A dönt az egy kicsit más volt, ott, ott volt egy elég komoly hibás rajta, ahol ő megtorpant, én is azt tudom, hogy kiugrottam, de elengedte a starter. Úgyhogy én ott vele nem találkoztam, szerencsére. E, igen, mert ott, ö, ott, ott viszont, mert hogy valamikor szerencsemek pek is van, ott ö, ilyen értelemben téged segített a szerencseme, volt egy kis koccanás ott az elején. Mi volt egyébként a taktikád? Mert ugye a gyorskocsijában a, a fizikum meg a technika mellett nagyon nagy szerepe van a taktikának, igaz? Igen, de ez 500 méterre nem feltétlenül igaz. Szóna, ott csak nyomdik el. el. Nem egészen, tehát Na, ennél azért a egy a picit árnyaltabb a dolog. Mm -hmm. Nem mindegy az, hogy az ember úgy gondolja, hogy egy végig tudja vezetni és meg tud nyerni ugye, egy futamot, vagy tovább tud jutni a futamból, hogy végelő van, vagy pedig esetleg úgy gondolja, hogy jobb neki a második helyen, ott azért mégiscsak sokkal könnyebb utazni, könnyebb pályát védeni, de ugye egy kicsit nagyobb a veszély, hogyha egy, egy ember megelőzi, akkor már nem tovább jutó hely, például egy előfutamban. Nem voltam erre biztos, mi nekem az ideális a döntőbe, beszéltük is futam előtt az edzőmmel, Lákossal, hogy, hogy próbálj meg előre berajtózni, majd meg inkább talán, hogyha tudok, akkor második helyen korizni. Végül azt, beszéltünk, az beszéltük, hogy jobb hálő korizokat, talán az biztosabb. Uh, ugye a rajtból sikerült így jól eljönni, úgyhogy végül ez meg is valósult. Bár egy picit szenvedtem, egyébként elő nem ment annyira jó a korizás, mondjuk az elődöntőbe, de, de szerencsére elég volt. egyébként a fináléra akkor már érezted a nagy menőnek, tehát a az ilyen aggodalmait, vagy elbizonytalanodását. Az, az, az ilyenkor azért látható, nem? Uh, hát a nekem nem is volt látható, azért... Uh... A valakit megvert az ember kétszer az előfutamok során, mind a kétszer, úgyhogy tisztán megelőztem, azért azt érzi az ember, hogy, hogy akkor neki ma jobban megy a, megy a korizás. Úgyhogy mindenképpen nagyon bizalommal mentem fel a döntőre, hogy beszéltük is, hogy aranyére miért korizunk, és hogyha kicsit rosszabb lesz, akkor az is még teljesen jó. Te és mit szólt az eredményhez a lengyel koris baráknál, Marta Vojcsik? Legalábbis magyarul, <laughs> hogy, hogy gratulált meg téged? Ö, sajnos nem volt ott, mert beteg lett előző végén a, a, Német Világkupán, úgyhogy telefonon beszéltünk egy, egy fél órával a döntő után szerintem, amikor kicsit rendbe tudtam szedni magam. De hát a telefonban is még picserget, hogy milyen büszke rám, hogy örül, úgyhogy mindenképpen örült nagyon. Aha, na most ugye a 500 méteren írtad ezt a sporttörténelmet, és az, az a kérdés, hogy Hosszabb távon is hogy állsz ezzel a rövid távon? Mert arra gondolunk, hogy te 1500-on voltál kiugró, 5000 váltóban villogtál, meg hát persze azért azt tegyük hozzá, hogy 500-on junior tartó voltál, tehát hogy akkor egy kicsit a távok között ez, ez az 500 most jó, most itt volt egy nagy eredmény, de te is az 500 meg ennek a jövője. Uh, amikor fiatalabb voltam, akkor inkább a hosszú táv ment, de szépen lassan, ahogy... Uh hogy egy, egy, nagyobb komolyabb kialakult rajtam. Tehát, hogy már így 25 éves, éves korodó, mondani, Igen, mondhatjuk, igen. Ez egy kicsit átcsolatott a rövid távok felé, de szerencsére idén nagyon jól mentek a hosszú távok is, a világkupán majdnem mindig 500 és 1500 indultam, és hát talán saját meglepetésem, mert olyan jól ment 1500, hogy, hogy Németországban az 1500 döntőre tudtam fölmenni, hogy, hogy, mindenki hogy szeretnék érmet nyerni, és ez reális esélynek tűnik. Bár hogyha az egész azon nézem, akkor azért azt mondom, hogy az 500 méter még jobban megy, és ott talán még mindig könnyebb megverni a kúrajakat, kúrajak még, még 1500 méteren nagyon erősek. De, de hogyha valakinek megy a rövid táv is, megy a hosszú táv is, tényleg ennyire jól egy ugyanabba a szezonban, akkor, akkor ott nincsen gond, és a közép táv is menni fog. Bár ott most csak ugye vb indulok, és, és az elben indultam 1000 méteren. De úgy gondolom, hogy mindenképpen optimistán lehet odállni 1000 Tehát is. minden evő leszel a jövőben is. Igen, ez a cél. Ez mindenképpen egy, egy jó, jó, jó irány mutat, mert szerintem technikailag ugye jól mozgunk, És az, hogy most éppen a robbanékonyság vagy az állóképesség megy jobban, az, az már, az már könnyebben alakítható. É, említetted azt, hogy már érmet szerettél volna előtte Németországból szerezni. Igazából mióta érzed úgy, hogy, hogy meg lesz, meg kell lenni ennek a, ennek a kirobbanó, látványos és ilyen értelemben évi egyszerű eredménynek is? Kicsit nehezen indult nekem az azon úgy gondolom, az észak-amerikai Észak egy kicsit gyengébben szerepeltem, mint ahogy szerettem volna talán nyári felkészülés után. De ahogy, ahogy teltek múltak hetek és mentünk egyre jobban bele a szezonba, egyre jobban ment a korcsolyázás. Főleg az elben éreztem először azt, hogy, hogy tényleg jó foram vagyok és, és teljesen, teljesen van minden, jó lett a felkészülés. ugye a Shaolin már világkupa érmeket nyert már Észak-Amerikába és utána Ázsiába is, és akkor gondoltam, hogy, hogy együtt edzünk, megy nekem is olyan jól, mint neki megy, csak valahogy nem akar kijönni, kicsit búslagodtam is emiatt. De igazából, igazából Németország először azt, hogy, 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 tényleg ez most már annyira közel van, hogy ennek előbb-utóbb meg kell lenni, és többen mondták, hogy ne buslakodjak, mert, mert olyan jól megyek, hogy, hogy ez meg lesz, csak idő kérdése. Csak ugye benne meg az motoszkált, hogy azért nem adtak, a senkinek, mert már sokszor volt közel is megérdemelni, hanem ezt egyszer úgy az embernek átugrani, és meg kell szereznie saját erőből ezt az érmet. Így örülök, hogy. Hát ő... akkor így átugrott a Örülök, hogy ezért héttel később mindjárt Örökországba sikerült. Na most azt mondnak, hogy a sportág, a szakág fejlődésének, és az, hogy ti egyre szebb eredményeket értek el, ennek mi az? igazi oka, sokan azt szokták mondani, hogy, a, hogy az ázsiai, a kínai edző és a, ennek az iskolának a begyűrűzése, ugyanakkor nem feltétlenül e, ázsiai iskola szerint készültök teljesen, de ez a hatás megvan. Mi ennek a lényege ennek a ennek, ennek a magyar vonalnak, ami, ami behozza ezt a, e, ezt a kínai stílust is? Hát ugye a gyorskorcsa most már két éve kiemes volt számít, és hogy elég komoly támogatást kapunk a Szolimpia bizottságtól, ennek mindenképpen komoly hatásai vannak, de ezt, ezt beszéltük akkor is, hogy nekünk ez egy kicsit későn jött, mert az olimpia előtt egy évvel indult ez a program, és nyilvánvalóan egy év alatt azért nem lehet annyira komolyan előre lépni, szerettünk volna, és most már megy ez a program, most már két és fél három éve ugye a kínai edzőnővel, és ugye a Shaolin és a Xiaolang ugye a két fiatal versenyző szépen szépen beértek a válogatottba, tehetségesek és csinálják és akarják is csinálni, motiváltak, úgyhogy mindenképpen Mindenképpen azt kell kiemelni, hogy van egy összetartó csapat, akik szeretnék csinálni, és csinálják is. Van mögöttünk egy olyan támogatás, hogy nem kell aggódni a felkészülés miatt, hogy lesz-e pénz edzőtáborra, lesz-e pénz versenyekre, lesz-e pénz az edzőknek, hogy edzést tartsanak. Tehát, tehát van egy nyugodt körülmény is, és ezért ez a két-három év alatt elértünk odáig, hogy ez mutatja az eredményét. E, és hát az a helyzet, hogy innentől kezdve viszont akkor a, az elvárosok is nagyobbak lesznek, nyilván magatok felé is. E, milyen eredmények vannak még bennetek, benned? Most ugye Moszkvai VB márciusban, de közben e, nézzünk egy kicsit a következő olimpiára is, hiszen igazából a legfőbb felkészülés az, hogy az, hogy oda akartok majd eljutni, és ott akartok nagyot robbantani, gondolom én, nem? Igen, már az a sport speciális olyan szempontból, hogy itt nem elég tudni azt, amit az ember szeretne érni, ezt is kell tudni érni, mert nagyon sok ugye első is van, taktikai dolgok vannak, nagyon sok minden közben egy, egy futamon. A vb n egyébként szeretnénk döntőbe kerülni, bár a vb már nincsen könnyű elődöntő, és még a hollandokat. Ott a vál, váltóról beszélünk. Igen, váltóról. Hollandokat, oroszokat kaptuk a világkoronista alapján, ami azért nem lesz egy könnyű menet, de sikerült megoldani ez a két csapat elleni második helyet az elbén például, úgy, hogy úgy állunk hozzá, hogy akkor most is sikerülhet. Tehát ilyenkor most őket tanulmányozzátok és ö, átózik összerakjátok a taktikát. Igen, bár most ö, idén az 5000 méter váltókban érdekes nagyon-nagyon sokat az utolsó két kör. Nagyon, nagyon nehezen tudnak a csapatok megrúgni egymástól, annyira együtt van a mezőny és szinte minden verseny az utolsó két kör dönt, úgyhogy azt kell nézni az utolsó két körbe, hol, honnan kéne nekiállni, hol lehetne előzni hogyan tudjuk megoldani. Ezt az előtt is így tettük egyébként, és pontosan úgy alakult, hogy szerettük volna, és, és ez jó is volt. Ha pedig osztrákú nézzük, akkor mindenképpen szeretnénk ugye kilenni váltóval az olimpián, mert ez most uh, Szocsira nem sikerült, sajnos rajtunk kiválókok miatt, ugye ez, igen, van, hát ez az egy, alapos, ez egy uh, nagyon botrányos eset volt. Igen, úgyhogy az mindenkibe tüskét hagyott, azért szerintem is szeretnénk, hogyha, hogyha az, uh, az olimpiára ez jobban kijönne. Uh, eredményeket azért nem mondanak, hogy, hogy, hogy mit várunk az Olimpián, az annyira arrébb van még, hogy uh, még szerintem fölösleges lenne, de hogyha váltóalkint vagyunk, akkor az egyszer elég lenne szerintem, és akkor utána akkor a kvalifikáció után gondolkodhatnánk, hogy mit szeretnénk elérni. Hát Viktor, további sok sikert, jó munkát, és írogassátok azokat a sporttörténeti lapokat te köszönöm, is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.